Mint ismeretes, a múlt hét folyamán feljelentést tettünk a Pécsi Pride, a pécsi homoszexuális felvonulás szervezői ellen, ugyanis megengedték, hogy egyes felelőtlen szülők a deviáns propaganda rendezvényre magukkal vigyék gyermekeiket is. Akkor ugye azt mondtuk, hogy itt az ideje, hogy kipróbáljuk a gyakorlatban az új pedofil törvényt, vagy ahogyan másképpen is nevezik, az új gyermekvédelmi törvényt, és ezért feljelentést tettünk, még egyszer mondom, a szervezők ellen. Azt gondolom viszont az jó jellemzi a magyarországi közállapotokat, és úgy általában a világban uralkodó állapotokat, és az LMBTQ lobby erejét, hogy míg máskor akár hónapokat is ül a rendőrség egy-egy feljelentésen, az én feljelentésem másnapján megérkezett a rendőrség válasza. Nos, a rendőrség azt mondta, hogy ami ott történt, az nem bűncselekmény. Az indoklás, ami igazán felháborító számunkra, és azt hiszem inkább jobb lesz, hogyha felolvasom, tehát a rendőrség közölte velünk, a hivatkozott családok védelméről szóló törvény módosítása, mely megfogalmaz ugyan célokat, azonban szankciókat semmilyen formában nem helyez kilátásba. A feljelentés vizsgálata során megállapítást nyert, hogy tartalma alapján a büntető törvényről szóló egyetlen rendelkezésbe sem ütköztethetők az írásban előadottak, így bűncselekmény megállapítására nincs lehetőség. Azt gondolom, hogy ennek tükrében ki kell mondani, hogy a Fidesz törvénye egyszerűen nem ér semmit. Ez egy kommunikációs trükk, egy bluff, egy óriási lufi, azonban sajnos ez most kipukkadt. Tehát akkor még egyszer, ehhez a törvényhez nincs büntetési tétel rendelve. Tehát ma Magyarországon törvény értelmében 18 éven aluliak számára büntetlenül megjeleníthető, népszerűsíthető a deviáns propaganda. Kérdezem én, hogy miféle törvény az, amelyhez nincs szankció rendelve? Hogyan lehet ezt betartatni? Hát így, sehogy. A Mi Hazánk mozgalom természetesen valódi tartalommal töltené meg ezt a törvényt, komoly és súlyos szankciókat rendelnénk hozzá, és megint csak bebizonyosodott, hogy a Mi Hazánk mozgalmon kívül egyetlen más politikai párt sem gondolja komolyan a magyar családok és a magyar gyermekek védelmét, és 2022-től az országgyűlésben megkerülhetetlen erőként, a mérleg nyelveként igenis ki fogjuk kényszeríteni azokat a törvényeket, azokat az intézkedéseket, amelyek a magyar emberek, a magyar gyermekek és családok érdekét szolgálják.